feladatkörét nem az új alkotmány határozza meg, hanem a majdani ombudsmani törvény. Hozzátette, a biztosok szakmai függetlenségét ő maga is fontosnak tartja, a félelmek szerinte nem megalapozottak. Mindezek alapján joggal tehetünk fel kérdéseket. Tehát ennyit ér a kormánypártok közjogi és politikai garanciája? Ennyit ér a szava Szájer úr? Mit nem értett Gulyás Gergely? Talán most már érti, hogy én miért kételkedtem abban, amit akkor mondott. Nem akarom húzni az időt, teljesen fölösleges lenne, hónapok óta erről beszélünk, senkit nem érdekelt, hogy milyen érveket, szakmai érveket hoztunk fel. Ha már a bonyolult szakmai kérdéseket nem is, legalább a szavahihetőség és a tisztesség szempontjából fontos utóbbi ígéreteket kellene mérlegelniük a jogszabály elfogadása előtt. Köszönöm a kitüntető figyelmüket. Én is megköszönöm Kálai Ernő nemzeti és etnikai kisebbségi országgyűlési biztosnak a hozzászólását. Tisztelt országgyűlés, most a bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor. Ahogy azt szoktuk, 5-5 perces időkeretben elsőként megadnám a szót Gulyás Gergely képviselő úrnak, a bizottsági előadónak. Aki hallja, adja át neki, hogy várjuk a teremben. Hogyha ő nincs, akkor tovább megyünk a Fenntartható Fejlődés Bizottság előadójához. Nagy Andor képviselő úrnak adom meg a szót. Nagy Andor képviselő úr sincsen. Ha esetleg együtt látják őket, akkor mind a kettőjüket várom szeretettel a teremben. Ebben az esetben csak a kisebbségi vélemény elhangzására van lehetőség. Most ebben a pillanatban Jávor Benedek képviselő úr a kisebbségi véleményt ismerteti. Szeretném jelezni, hogy Bartos Mónika képviselőtársam venni át a többségi vélemény ismertetését Nagy Andor részéről, a Fenntartható Fejlődés Bizottság többségi véleménynek az ismertetését. Úgyhogy én inkább átadnám neki a szót, és majd ezt követően számolnék be a kisebbségi véleményről. Köszönöm. Rendkívül kollegiális magatartás, akkor képviselő asszonyé a szó. Felénk ilyen jelzés nem érkezett, és mi csak abból tudunk dolgozni, amit megkapunk írásban. Öné a szó, képviselő asszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést kérünk ezért a kis hibáért. Tisztelt képviselőtársaim, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. június 20-án napirendjére tűzte az alapvető jogok biztosáról szóló TPER 3585. számú törvényjavaslatot. Elmondható, hogy erős érzelmi töltés kísérte a vitát. Ez elsősorban abból táplálkozott, ahogy képviselőtársaim közül többen megfogalmazták, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának tevékenységét kiemelt figyelemmel kísérte, és mindig kimagaslónak tartotta a Fenntartható Fejlődés Bizottsága. Munkáját akár a 2008-2009-es időszakról, akár a 2010. évi elvégzett feladatokról volt szó, messze menőkig elismerte, jelentésének általános vitára való alkalmasságát mindkét alkalommal egyhangulag támogatta. A vita során azonban félelmek fogalmazottak meg azzal kapcsolatban, hogy a beterjesztett javaslat több ponton ellentétes az országgyűlésnek az alaptörvényben lefektetett jogalkotási szándékával, és nem biztosítja az egységes környezethez való alapjog védelméhez és a jövő nemzedékek érdekeinek képviseletéhez szükséges feltételeket. Ezeket a félelmeket az ülésen és a most is jelenlevő, az ülésen résztvevő és most is jelenlevő Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa tárta a bizottság elé, mely véleményében több képviselőtársam osztozott.
Ugyanakkor elhangzott elismerő szavak kíséretében, hogy a jövőre életbe lépő új alaptörvény Európa legzöldebb alkotmánya. A felvetett kritikai észrevételek azt fogalmazták meg, hogy új alaptörvényünk egyes rendelkezéseit sérti a beterjesztett javaslat. A legnagyobb félelem azzal kapcsolatban vetődött fel, hogy a jövőben a környezetvédelmi tevékenység beolvadva az általános biztos tevékenységi körébe, aki a megfelelő háttér és jogi eszközök, jogosítványok hiányában a lehető legjobb szándék mellett sem lenne képes az eddig elért védelmi szintet biztosítani. Ez pedig az egészséges környezethez való jog már elért védelmi szintjétől való egyértelmű visszablépést eredményezne. Az előterjesztő mindezekre reagálva, és már a javaslat ismertetése során is kifejtette, hogy a helyettesek az alaptörvény szövege szerint az adott jogok védelmét látják el, azaz saját feladattal szakterülettel rendelkeznek. A helyettesek a két speciális terület védelmének megvalósítása érdekében az alapvető jogok biztosának munkáját segítő, szakosított munkát végeznek, amely biztosítja, hogy az alapvető jogok biztosának tevékenységében a Magyarországon élő nemzetiségek jogai és a jövő nemzedékek érdekei fokozott hangsúlyt kaptak. Felhívta a figyelmet arra, hogy az alaptörvény maga rendelkezik az egységes biztosi rendszer létrehozásáról. A törvényjavaslatban az alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az alapvető jogok biztosának hatásköre egyesíti a korábbi három országgyűlési biztos hatásköreit, ezáltal az eddiginél hatékonyabb és koncentráltabb védelmet kapnak az alapvető jogok. Kifejtette, hogy a hatáskörök egyesítése miatt szükségessé vált azok egységesítése és racionalizálása is. Ez szerint a korábban a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa által ellátott hatáskörök nagy részét az alapvető jogok biztosa veszi át. Az alapvető jogok biztosának hatásköre kibővül a hatóságnak nem minősülő szervek vizsgálatával. Ez lehetőséget ad arra, hogy a korábban a zöld ombudsman hatáskörébe tartozó nem hatóságoknál folytatott vizsgálatok lefolytathatóak legyenek. Szó esett arról is, hogy a törvényjavaslat alapján megszűnő hatásköröket más alkotmányos szervek is ellátnak. A vita során a többség egyetértett azzal, hogy az új alaptörvény által egyesített ombudsmani rendszer elfogadható. Szükségesnek tartotta a feladatok ésszerűsítését, a párhuzamosságok megszüntetését. Így a bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 11 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással támogatta. Köszönjük szépen, képviselőasszony, a többségi álláspont ismertetését. Most akkor, ahogy az előbb beharangoztam, Jávor Benedek képviselő úr a kisebbségi álláspont képviseletében. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! A bizottság, ahogy képviselőtársam már ismertette, 11 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett a ombudsman törvény általános vitára való alkalmasságát támogatta. A 4 nem szavazatot az LMP és a Jobbik frakció képviselő, illetve Szüli Katalin független képviselő adta le, az ő véleményüket fogalmaznám meg most a kisebbségi véleményben. A általános vitára való alkalmasságot elutasító képviselők együttes álláspontja az volt, hogy a beterjesztett törvény egy olyan intézményt alakít át, amely az elmúlt másfél évtizedben bizonyította azt, hogy kielégítően működik az alkotmányos jogok, az alapvető emberi jogok védelmét megfelelően ellátja, intézményleg alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. A új javaslat, amely a jelenlegi 4 biztosos struktúrát átalakítva 1 általános biztost és 2 helyettesét nevezi ki, egy olyan rendszert hoz létre, amelyben egyáltalán nem látjuk biztosítottnak sem a jövő nemzedékek érdekeinek, illetve a környezetvédelmi érdekeknek a védelmét, sem pedig a nemzeti és etnikai kisebbségek érdekeinek a képviseletét ebben a rendszerben. A helyettesek jogkörei az új javaslatban alkalmatlanná teszik őket arra, az intézményüket arra,
hogy megfelelően fel tudjanak lépni a hozzájuk rendelt referádák tekintetében, és visszalépést jelentenek a már elért alkotmányos jogi védelem szintjében az egészséges környezethez való jog tekintetében. Elutasító szavazatot leadó képviselők szerint elfogadhatatlan az egészséges környezethez való jog ilyetén való csorbítása, ez ellenkezik az Alkotmánybíróság számos határozatával, ellenkezik mind a hatályos alaptörvénnyel, mind pedig a jövő januártól hatályba lépő új alaptörvénnyel. Mindezek következtében a négy képviselő úgy látta, hogy a beterjesztett javaslat alkotmányellenes, jelentős visszalépést jelent az alkotmányos jogok védelmében, és mint ilyen az általános vitára bocsátását is elutasították. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 30-30 perces időkeretben. Ezek közben, mint ahogy máskor sincsen lehetőség, most sincs kétperces felszólalásokra. Elsőként megadom a szót Csöbör Katalin képviselőasszonynak, a Fidesz vezérszónokának, aki, ha jól látom a készülődést, akkor jön a előadói pulpitushoz. Őt követi majd Steiner Pál képviselő úr, az MSZP vezérszónoka. Képviselőasszony, önnél a szó 30 percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Mielőtt az alapvető jogok biztosáról szóló T/3585. Számú törvényjavaslat konkrét tárgyalását megkezdeném, engedjék meg, hogy a 2012. január 1-től hatályos alaptörvényünkből idézzek. Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja. Orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választja. A helyettesek a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. Az alapvető jogok biztosa évente beszámol tevékenységéről az országgyűlésnek. Az alapvető jogok biztosára és helyetteseire vonatkozó részletes szabályokat törvény határozza meg. Az Országgyűlési Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottság tagjaként, a Fidesz vezérszónokaként meggyőződésem, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat az elhangzottak szellemében íródott, és azokkal teljes összhangban áll. Mint az önök előtt is ismert, az új alaptörvényünk megszületésénél az Európai Unió alkotmányai mintául szolgáltak, különös tekintettel az alapvető jogi részekre. Mivel a térségben utolsóként fogadtunk el új alkotmányt, így lehetőségünk nyílt valódi 21. századi alaptörvényt alkotnunk. Ezen túlmenően természetesen az elmúlt 20 év tapasztalatait is összegezhettük. Nem teszünk másképp az alapvető jogok biztosáról szóló törvény kapcsán sem, a különbség csupán az, hogy ebben az esetben körülbelül 15 év tapasztalatáról beszélhetünk. Mint már említettem, a jogszabály tökéletes összhangban áll az európai közösség jogával, amin azért sem kell csodálkozni, mert az ombudsmani intézmény alapvetően európai alkotás. Az első országgyűlési biztost, miként az ombudsman szó eredete mutatja, az 1809. évi svéd alkotmány alapján 1810-ben a svéd parlament választotta. Az első ombudsman elődjének, 12. Károly által 1713-ban kinevezett igazságügyi kancellárt tekintik, aki főfeladatként a hivatalok elsősorban a közigazgatás működése elleni panaszokat vizsgálta. A hosszú ideig kizárólag Svédországban működő intézményt 1920-ban Finnország, 1952-ben Norvégia, 1955-ben Dánia vette át.
Az így kialakult skandináv ombudsman modell mintájára jött létre később a brit, a francia, a nyugat-európai és az 1988-as lengyel szabályozással az új közép-európai rendszer. Az általános hatáskörű biztos mellett ebben az időszakban jelentek meg a szakosított parlamenti biztosok. Az országgyűlési biztosok jogvédelmi szerepe jelentőségének elismeréseként 1985-ben az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlásában felhívta a tagállamok figyelmét az intézmény adottságaira, míg 1992-ben a Maastrichti szerződés az Unió igazgatási szervei által okozott jogsérelmek orvoslására létrehozta az Európai Unió Ombudsman intézményét is. Magyarországon 1989 után közel 4 év telt el az országgyűlési biztosról szóló törvény elfogadásáig. Az első biztosok megválasztásáig pedig majdnem 6 év. A késlekedés ellenére úgy érzem, hogy az elmúlt 15 év e tekintetben sikertörténet. Az intézményrendszer csak korrekcióra szorul, nem úgy, mint az imént tárgyalt egyházügyi törvény. Az országonkénti változatok mellett az országgyűlési biztos intézményének általános rendeltetését a közigazgatás jogszerűségének és tisztességének biztosításában való közreműködésében határozhatjuk meg. Nagyfokú személyi függetlenséggel, ügydöntő hatáskör nélküli széleskörű ellenőrzési jogosultsággal, az egyedi ügyek tekintetében a parlament tekintélyét is felhasználó nyilvános véleményalkotással és kezdeményezési joggal kell együtt járnia. Úgy vélem, ezen általános követelményrendszernek az előttünk fekvő törvényjavaslat megfelel. Tisztelt Ház, engedjék meg, hogy pár szóban a javaslat előremutató rendelkezéseiről és az eddigiektől való eltérésről ejtsek pár szót, amit egyértelműen az intézményrendszer javításának szándékaként értékelek. Hiszen ahogy ma már elhangzott, a nemzeti együttműködés rendszerének jogalkotása úgy igyekszik szolgálni az újítást, hogy eközben a jobbítás igényét is elsőrendűen szem előtt tartja. Az új törvény egyértelmű előnyként kell említenem, hogy az eddigi szétaprózott ombudsmani feladat és hatásköri rendszer egyetlen törvényben található. Így az eddigi összhang kismértékű hiánya sem lesz tapasztalható, reményeink szerint, az egységes hivatali működésben. Az országgyűlési biztosról szóló törvényhatóság fogalma olyan taxációt tartalmazott, amely megalkotása óta a viták középpontjában állt. A fogalom meghatározásában egyébként a mintául szolgáló svéd modellel szemben a bíróság nem szerepel a vizsgálható szervek sorában. Jelentős előrelépésként értékelem, hogy a javaslatban szerepel a kivételes vizsgálat lefolytatásának lehetősége. Ennek köszönhetően, ha a beadvány alapján tömeges mértékű és súlyos jogsértése lehet következtetni, akkor az alapvető jogok biztosa olyan szervezetekkel kapcsolatban is eljárást indíthat, amelyek egyébként nem tartoznak a törvényhatóság fogalma alá. Természetesen ebben az esetben az alapvető jogok biztosának jogosítványai nem a vizsgálatra irányadó általános szabályok szerint alakulnak, hanem a kivételes jellegéből adódóan annál szűkebbek. Egészen pontosan arra terjednek ki, hogy írásbeli magyarázatot, nyilatkozatot, felvilágosítást vagy véleményt kérjen. Az elhangzottakból következően a kivételes vizsgálat eredményeképpen az alapvető jogok biztosa nem az általános intézkedéseket alkalmazhatja, hanem a nyilvánossághoz fordulás mellett kizárólag a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását kezdeményezheti. Ahogy beszédemben már utaltam rá, egyértelmű az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek feladat és hatásköre. Kiemelném azokat a területeket, melyekre megkülönböztetett figyelmet kell fordítania. Tehát a gyermekek jogainak védelme, a jövő nemzedékek érdekei, a Magyarországon élő nemzetiségek jogai, valamint leginkább veszélyeztetett csoportok jogainak védelme.
Fontos, hogy külön meghatározásra kerül, hogy egyik helyettese az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét látja el, míg a másik helyettes a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesüléséért felel. Reményemet fejezem ki azzal kapcsolatban, hogy ez a kismértékben módosított intézményrendszer tovább növeli az ombudsmani rendszer hatékonyságát, és lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyteherhez igazodjon a hivatali apparátus, ne pedig a pozícióhoz. Az alapvető jogok biztosának hivatali felelősségét és függetlenségét a jogszabályoknak való alávetettsége, a megbízatás időtartamának az országgyűlési ciklustól való eltérése, a képviselőknek a biztos felé irányuló jogai és a biztos beszámolási kötelezettsége határozza meg. A javaslat az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek megválasztására vonatkozó szabályaival, az összeférhetetlenségi szabályok deklarálásával, az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállásával és javadalmazása szabályainak rögzítésével, mind az elhangzott kritériumok elősegítését szolgálja. Az alapvető jogok biztosának eljárása és intézkedései közül kiemelném, hogy a biztoshoz bárki fordulhat, ő pedig jogosult az Alkotmánybírósághoz fordulni. Úgy gondolom, hogy ez a jogosítvány jelentősen növeli az intézmény társadalmi elismertségét. Természetesen az alapvető jogok biztosának vizsgálata során a jogosítványai az eddigiekhez nagyon hasonlóak, így leginkább a vizsgált hatóságtól az általa lefolytatott eljárással, illetve az eljárás elmulasztásával kapcsolatban adatokat és felvilágosítást kérhet. A vizsgálat lefolytatására kérheti fel a vizsgált hatóság vezetőjét, felügyeleti szervének vezetőjét, helyszíni ellenőrzést folytathat, a teljesség igénye nélkül ezeket emelném ki. Az alapvető jogok biztosának intézkedési lehetőségei között szerepel az ajánlás, a törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése az illetékes ügyésznél. Büntető eljárás kezdeményezése bejelentési lehetősége a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve jogszabályalkotási és módosítási kezdeményező szerepe is van. Az alapvető jogok biztosa olyan parlamenti méltóság, akinek fő feladata, hogy az állampolgárok részére a közigazgatás által okozott jogsérelmekkel szemben jogvédelmet nyújtson. Eközben kiszélesíti a parlament információs bázisát, tehát összességében a parlament ellenőrző funkcióját támogatja. Mindeközben fő fegyvere pedig a nyilvánosság. Meggyőződésem, hogy a jelen törvényjavaslat megfelelő alap és lehetőség a sikeres ombudsmani tevékenységhez és intézményrendszerhez. Ezért javaslom képviselőtársaimnak támogatásra. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Csöbör Katalin képviselőasszonyt követően Steiner Pál, az MSZP vezérszónoka következik, aki, ahogy látom a készülődésből, a helyén marad, nem jön ide ki. Kibeszélem azt az időt, amíg a felkészül képviselő úr. Öné a szó, ugyancsak 30 perces időt. Köszönöm szépen, elnök úr, a megtisztelő segítséget. Tisztelt országgyűlés, tisztelt biztos ura! Ma még működik az ombudsmani rendszer, amely a vonatkozó törvény megalkotásakor az előterjesztő a következőkkel indokolta a független intézmény létrehozását. A jogállamiság alapvető kritériuma, hogy az államhatalomnak meghatározott normák között kell működnie, és ezt az államhatalom által kialakított önellenőrző mechanizmusok működtetésével is elő kell segíteni. A demokratikus állami hatalomgyakorlás esetében ugyanis politikai közérdek, az államhatalom ellenőrzése és az állampolgár, illetve az állam viszonyaiban az utóbbi, az állampolgár számára hatékony védelem megteremtése. Lefordítva köznyelvre, ez azt jelenti, hogy a hatalomnak az emberekkel nem lehet packázni,
nem lehet önkényeskedni, nem lehet túlkapásokat megvalósítani, nem lehet hanyagolni a jogaikat. Az Alkotmánybíróság az ide vonatkozó értelmezéseibe ezeket a jelenségeket visszásságoknak hívja. Ha ez a rendszer kialakul, akkor ezeknek a visszásságoknak a kezelése, az állampolgár jogainak a védelme jelentősen centralizálódik. Az önök alaptörvénye több területen, az adatvédelemben, a kisebbségvédelemben, a jövő nemzedékek és környezetvédelme tekintetében felszámolja, illetve gyengíti ezt az ellenőrző mechanizmust. Annak ellenére, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a külön biztosok fontos szerepet töltenek be a végrehajtó hatalommal szemben, az állampolgárokat az állammal szemben megillető védelem megteremtésében. Éppen nemrégiben szembesült azzal a kormány, hogy az általa lefolytatott és óriási fegyverténynek beállított nemzeti konzultáció, ezt idézőjelbe tenném, során személyes adatok kezelése bizony törvénysértő volt. Persze erre felelő azonnali kormányzati kommunikáció nem mulasztotta el a szokásos személyeskedést. Az a kérdés, hogy az ombudsmani intézmény meggyengítése után fenntartják-e azt a gyakorlatot, hogyha az alapvető jogok biztosa a kormánypártoknak ad igazat, akkor független, ha fordítva történik, akkor pedig elfogult, és személyes oka van a tiltakozásra. Ez a kérdés nem véletlen. Az előttünk lévő törvényjavaslat ugyanis az alapvető jogok biztosának újraválasztását teszi lehetővé. Önmagával ezzel nem lenne nagy probléma, ha nem kellene alappal tartani attól, hogy a biztost az elfogulatlan eljárásban az újbóli megválasztását megelőző politikai erőviszonyok befolyásolhatják. Az ombudsman újraválasztáshoz fűződő érdeke érvényesítésére való, esetlegesen elfogultságot eredményező törekvését a legegyszerűbben törvényi garanciával lehet kivédeni. Rendben van, ha az ombudsman újraválasztható, de a pártatlanságának egyelőre az lett a garanciája, ha a törvény az újraválasztás nem közvetlenül az előző mandátum után, hanem csak később teszi lehetővé. Módosító javaslatom azt biztosítja, hogy az alapvető jogok biztosának olyan szemét ne lehessen megválasztani, aki a megelőző 4 évben már betöltötte a biztosi tisztséget. Tisztelt Országgyűlés! Sajnálatos módon az eddig önállóan működő meghatározott alapjogokat védő független biztosi intézmény megszűnik. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok, a jövő nemzedékek jogai és a környezetvédelem alapvető jogának érvényesülését ma már csak az alapvető jogok biztosának helyettesei e minőségükben hivatottak fokozottabb figyelemmel kísérni. A törvényjavaslat átmeneti rendelkezése szabályozza a jogutódlást a hivatal és a tisztségek tekintetében. A hivatalban lévő biztosi megbízatást nem érinti a törvény, az összeférhetetlenségre, illetményedés juttatásaira, vagyonnyilatkozatára, mentelmi jogára és a megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat azonban rá is alkalmazni kell. A korábbi önálló biztosok, akik 2012. január 1-től a helyettesek tisztségét töltik be, személyükben még nem változnak, de megbízatásuk az új törvény szerint szűnhet meg január 1-je után. Ez a szabály legalább személyi garanciát nyújt, az viszont már mégis furcsa, hogy az államtitkára juttatásokra lesznek jogosultak az alapvető jogok biztosának helyettesei és az új ombudsmani hivatal vezetője is. Az ombudsmani hivatal új vezetőnek juttatását emeli fel a törvény, ezzel pedig a főtitkárt az alapvető jogok biztosa helyetteseinek rangjára emeli. Ez egyrészt nem áll összhangban a takarékosabb állami működés állandóan hangoztatott alapelveivel. Nyilván látni fogjuk, hogy ki az a személy, aki főtitkárként több fizetést kell adni, mint ahogyan ez eddig volt. Azt remélem, hogy mégis elfogadják a módosító javaslatomat, amely az illetmény mértékében is kifejezi a helyettesek és a főtitkár közötti hierarchiát. Az alapvető jogok biztosa helyettesének jogállása tekintetében
még egy furcsasággal találkozhatunk a törvényjavaslatban. Furcsaságot mondok, pedig az alaptörvénnyel való ellentétet is mondhatnék. Az alaptörvény 30. cikkének harmadik bekezdése szó szerint a következőket mondja. A helyettesek a jövő nemzedék érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiség